köszöntök én is mindenkit. Műlő Attila vagyok, a Webány Magyarország kiemelt ügyfelkapcsolati osztályának a vezetője. Az a téma, amiről most szeretnénk beszélni önöknek, nektek azért is két okból különösen kedves a szívemnek. Ugye nem tudom, mennyire emlékeztek a legelején, azért a legnagyobb partnereink döntő többsége valamilyen hűtött árut szállít. A másik ok pedig ennek a terméknek gyakorlatilag a megjelenésétől fogva jelen vagyok, hiszen talán én voltam az, akinek legelőször az egyik legnagyobb ügyfelünk leadta ezt az igényt. Az első szlájdon azt szeretném megmutatni, hogy nekünk, a Webánynak mit is jelent a hűtött áruk vagy a hűtött szerelvények nyomon követése. Ilyen szempontból a mi szerepünk kettős, hiszen a mi közvetlen megbízóink a fuvarozók. Egyrészt az ő elvárásainak kell megfelelnünk, másrészt az ő megbízóik, pedig ugye akik az árut szállítják, ők is valós online információt szeretnének látni a termékükről. Ugye mit jelent? Első körben a vontatmányokat kell nyomon követnünk. Erre kétfajta megoldásunk van, vagy önálló Webáj felérzeti egység beszerelésével, vagy pedig egy rádiós adóvevő egység elhelyezésével. Ugye az az önálló eszköz, vagy a rádiós adóvevő fogad és küld tovább minden adatot a központba. Ugye mérnünk kell mindenképpen a raktérhőmérsékletet, vagy a legtöbb esetben raktérhőmérsékleteket. Erre is több megoldásunk van, ugye tudunk beszerelni önálló hőmérőfejeket, vagy tudunk csatlakozni a regiszterhez, és azoknak az adatait továbbítjuk. Ugye milyen egyéb szenzorok jöhetnek még itt szóba? Mindenképpen feltétlen a sor legelejére helyezendő ugye a raktérajtó nyitás figyelése, hiszen ezzel tudjuk monitorozni azt, hogy egy megállás során történt-e ajtónyitás, bármilyen hiánykár esetén tudjuk ellenőrizni, hogy hozzányúlhatott-e egyáltalán valaki az áruhoz. Ugye nagyon fontos a mi közvetlen megbízóinknak az agregált időmérése, hiszen ez nagyban fogja befolyásolni a fuvar költségeket, illetve a fuvar minőségét is. Az üzemidőből következtethetünk arra, hogy mennyi üzemanyagot fogyasztott ez a szerelvény, vagy a hűtős potkocsi, illetve hogy a gépjárművezető egyáltalán bekapcsolta-e, tehát hogyha esetleg megemelkedett a raktérhőmérséklet, akkor felelősségre vonható a gépjárművezető. Extrém esetekben ugye üzemanyag szintmérőt is tudunk beszerelni itt a hűtős szerelvényekben. Nagy értékű áru esetén pedig saját önálló riasztót tudunk beszerelni, illetve van megoldásunk a leakasztás figyelésre is. Ugye mik az elvárások a mi rendszereinkkel szemben? Ezek nem is feltétlen a mi közvetlen megbízóinknak, a fuvarosoknak az elvárásai, hanem ezek talán az ő megbízóinak az elvárása. Működjön egy túrakezelés. Ugye lehessen indítani egy hőmérős túrát, lehessen zárni, adott esetben lehessen szüneteltetni. Nyilván egy rakodás esetén szüneteltetni kell a túrát, hiszen amikor kint 40 fok van és a gépjárművezető kinyitja a raktérajtót, akkor 40 fok azonnal be fog jönni és riasztás generálhatna. Ugye itt a második pont az azonnali riasztások. Adjon lehetőséget a kivételkezelésre, hogy ne kelljen mindig minden egyes túra után az összes adatot végigbogarásznunk, ezzel gyorsítva az ellenőrzést, illetve utólagos ellenőrizhetőség, tehát hogyha már valamilyen kivételt vettünk észre, akkor pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy mikor és mi történt. Gyakorlatilag ezzel a rendszerrel azért mi már évek óta rendelkezünk, mi ennek a hiányossága? Ugye itt a humán erőforrás igény. Nem mindig és nem minden esetben van arra lehetőség, hogy legyen egy diszpécser, egy fuvarszervező, egy bármilyen személy, aki egy irodában, egy számítógép mögött ülve elindítja a hőmérsékletes túráinkat, lezárja, beállítja az adott elvárt hőmérsékleteket. Ugye ez volt a legnagyobb hiányosság eddig a rendszernek, és ugye erre hozunk mi egy megoldást, csatlakozva az előttem szólókhoz, ugye egy applikáción keresztüli túrakezelést
fejlesztettünk ki. Ugye ez a WeConnect alkalmazásunkon keresztül van a gépjármű vezetőnek egy lehetősége arra, hogy beállítsa a raktérhőmérsékleteket, illetve kezelje a túra státuszokat. Ehhez kapcsolódik egy riasztási szerver, tehát hogyha a gépjárművezető által indított túrán belül bármikor riasztás keletkezik, akkor ez a riasztási szerver képes a megfelelő e-mail címekre kiküldeni a riasztások tényét. Mik ennek a rendszernek az elemei, duplán is? Ugye először is szükséges hozzá mindenképpen egy WebEye központi egység, hiszen ő fogja elvégezni a GPS alapú helymeghatározást, a valós idejű járműkövetést, a különböző szenzoroknak az értékei ebbe fognak bejönni. Kell mindenképpen hozzá egy Bluetooth alapter, hiszen ha már a mobilitás jegyében beszélünk, akkor az applikáció ezen a Bluetooth alapteren keresztül kommunikál a WebEye központi egységgel, és közvetve természetesen a központunkkal. Ugye kellenek hőmérő és egyéb szenzorok hozzá. Fontos azt megemlítenünk, hogy minden hőmérőfejünk sorszámozott. Ezeket a sorszámozott digitális hőmérőfejeket igény esetén természetesen kalibrálni is tudjuk. Akkreditált laborban kalibrált rendszerről beszélünk, ami nagyon fontos, hogy nem csak ezek a hőmérő fejek kerülnek kalibrálásra, hiszen az a teljes egésznek csak egy nagyon apró része, hanem a komplett WebEye hőmérő rendszer. Ugye itt a delta T, a hőmérséklet eltérés az kisebb, mint 0,1 Celsius fok, és itt GDP és GMP tanúsítványnak is megfelel a WebEye-nak ez a hőmérséklet követő rendszere. És ugye az egyéb szenzoroknál, ahogy már beszéltük, a raktérajtó szenzorok, vagy a riasztó kibekapcsolási, vagy riasztási jelének a fogadása. Mindenképpen szükséges ez a rendszer, ez egy tablet, vagy valamilyen okos eszköz. Ugye, mik is a funkciók? A már korábban említett kommunikáció, illetve a legfontosabb eleme, hogy nyilván a szenzorfigyelő túra applikáció, de ide vissza tudjuk írni a gépjárművezetőnek az a raktérből az aktuális hőmérséklet adatot, ez nagyon fontos. Ezt nem csak szóló szerelvények esetében tudjuk megvalósítani, hanem például egy tandemes szerelvény esetében a gépjárművezetőnek meg tudjuk jeleníteni a tandem pótkocsiban lévő hőmérsékletet is, illetve ami még fontos, a tandem pótkocsinak a töltését, hiszen ez okozhat az érkezéskor, illetve az áru kipakolásakor komplikációt. Ugye nyilván el tudjuk látni ezt az eszközt egy szkenner funkcióval is, egy bármilyen dokumentumot, vagy bármilyen eseményt a gépjárművezető azonnal be tud küldeni. A rendszernek gyakorlatilag egy láthatatlan része ez a riasztási szerver, ugye ami a hőmérséklet tartományból való eltérésekor e-mail formájában tud riasztani bármennyi e-mail címre. Ugye, hogy is néz ki ez a túrakezelés a gépjárművezető szempontjából? Az első lépésként, ugye itt a WeConnect alkalmazáskor a gépjárművezető azonosítja magát, majd pedig ugye itt a szenzorfigyelő túra, hát nem tudom, mennyire látszik, tehát a szenzorfigyelő túrát kiválasztva beállítja az adatokat. Ugye meg tud adni egy túraszámot, ez nagyon fontos, hiszen ezt később adminisztrálásra vagy tárolásra kerül, és be tudja állítani a három hőmérséklet tartományt, tehát gyakorlatilag mindegyikre külön tud állítani, természetesen a rendszer kezeli a negatív előjelet is. Ez a harmadik lépésben ugye elindítja ezt a túrát, és a negyedik kis diagramon már azt látjuk, hogy egy riasztás érkezett. Ugye ezt nem csak az e-mail címekre küldi ki maga a riasztási szerver, hanem a gépjármű vezető is megkapja egy ilyen szöveges üzenet formájában.
Két dolog maradt még ki ebből a díjasorozatból. Ugye, ahogy a legelején említettem, van egy lerakodás kezdete és lerakodás vége gombja a gépjárművezetőnek. Ugye, amikor a lerakodás kezdete gombot megnyomja, onnantól kezdve a riasztási funkció automatikusan kikapcsol, és ugye a lerakodás vége gombbal aktivizálódik újra a riasztási funkció, illetve ami még hiányzik, hogy ő itt folyamatosan megkapja erre az applikációra szöveges üzenetekként az aktuális hőmérséklet értékeket. Ugye azt, hogy ezt használja a gépjárművezető, ezt egy bármilyen policy-ban előírhatjuk neki, követelhetjük tőle, de azért, hogy mi ezt ellenőrizni is tudjuk, ugye ezt mi megjelenítjük a hagyományos webes felületen is. Ugye nem tudom távolról mennyire látszik, az egész folyamat egy sofőrazonosítással indul, majd beállítja a gépjárművezető a megfelelő hőmérséklet tartományokat, és egy lerakodás vége, gombbal elindítja magát a szenzor figyelő túrát. Ugye azt mondtam, hogy elvárás a felületünkkel szemben, illetve a teljes rendszerünkkel szemben az, hogy utólagosan ellenőrizhető legyen minden adat. Ugye kivételkezelésre szolgál az utak és állomások riport. Itt mit lát a felhasználó? Azt látja, hogy egy adott útszakaszon mennyi volt a mért legmagasabb, illetve a legalacsonyabb hőmérséklet. Gyakorlatilag nem kell neki végigbogonászni a teljes hőmérséklet riportot, rá tud fókuszálni azokra az útszakaszokra, akkor érzékeny árut szállított a jármű, és meg tudja nézni azt, hogy talált eltérést. Hogyha talált eltérést, akkor tudja lekérdezni a hőmérséklet riportunkat. Ugye gyakorlatilag végig tudja listázni a 15 másodpercenként rögzített hőmérséklet adatokat, tehát meg tudja már azt nézni, hogy hol történt az eltérés, illetve ami szintén nagyon fontos, azt is látni fogja, hogy mennyi ideig tartott ez a nem megfelelő hőmérsékleten való szállítás, hiszen ha ez csak egy pár másodpercre lépett ki a tartományból, akkor az még nem okozhat olyan akkora problémát. Ugye itt gyógyszerekről is van szó, rengeteg ideig kell tárolni a hőmérséklet adatokat, amennyiben jól tudom, 5 évig biztosan el kell tárolni ezeket az adatokat. Ugye ehhez még készítettünk egy automata riportrendszert, ami egyrészt egy FTP tárhelyre fel tudja tölteni járművenként naponta ezeket a 15 másodperces adatokat. Így gyakorlatilag az adatok tárolása 5 évig biztonság gossá válik, illetve el tudjuk nyilván ezeket e-mailben is küldeni, ha ez szükséges. A valóság az igazából azt mutatja, hogy az FTP tárhelyre tesszük le a 15 másodperces hőmérséklet adatokat, és e-mail formájában küldjük ki a kivételkezeléshez kapcsolódó utak és állomások riportot, és nyilván akkor is jóval kevesebb adatot kell végigbogarászni az ügyfeleinknek. Gyakorlatilag beraktam még ugye egy képet, itt látszik, hogy most már egy okos diagramunk van, tehát az utak és állomások kimutatás mellett látható grafikon időre természetesen és útra is lekérhető, gyakorlatilag minden információt, az X és az Y tengely minden információ leolvasható pontonként róla.